Az alapiskolás fiúk járási röplabda döntőjében 4 iskola csapata mérte össze tudását. A járási döntőben szemmel látható volt a különbség az egyes csapatok játékának színvonalában. Technikailag ez a sportág ebben a korban nem egyszerű, így csak annak a csapatnak volt esélye a győzelemre, ahol a röplabda sporttal külön is foglalkoznak. Ilyen szemszögből a komáromi Munka utcai alapiskola szerencsés helyzetben van, mert évek óta itt zajlik a Spartak röplabda klub utánpótlásának nevelése. Jobbágy Lajos edző munkáját dicséri, hogy a korábbi években a Munka utcai iskola csapata nem csak kerületi, de országos szinten is nagyon szép sikereket ért el. Most sem volt kérdés, hogy ki nyeri meg a járási bajnokságot és kerül tovább a kerületi döntőbe. Második helyen az Ötvös utcai, harmadik és negyedik helyen pedig a Gútai és a Bátorkeszi alapiskola csapatai végeztek.